Köszöntöm Önöket, ez itt a Turmix, a Gyöngyösi Televízió multitéző magazinja. Ma ellátogatunk a domoszlói csemegeszőlő fesztiválra. Megnézzük az 1 kg-os óriás paradicsomot Gyöngyös Solymoson. Végül elsősegélynyújtó gyakorlaton veszünk részt a gyöngyösi főtéren. Városokat tekintve is ritkaságszámba megy egy-egy új múzeumi kiállítóhely létrehozása, így talán egy vidéki település még nagyobb örömmel fogadhatja be azt. A Detki Régészeti Múzeum esetében az ötletgazda a helyi önkormányzat volt. A szakmai hátteret a Heves megyei múzeumi szervezet biztosította, míg a pénzügyi támogatást a Mátra Erőmű RT. Az ünnepi szentmisét követően mazsorettek és bányász zenekar kíséretében vonultak az érintettek és az érdeklődők a volt községházához, az új régészeti kiállítás helyszínére, amelyre több mint 50 millió forintot áldoztak. Markus Kozma, a részvénytársaság igazgatósági tagja emlékeztetett, a szokatlanul gazdag leletanyag bemutatásában kulcs szerepe volt a helyi önkormányzatnak. Dr. Petercsák Tivadar, a Heves megyei múzeumi szervezet igazgatója külön köszönte meg, hogy az erőmű segítségével egyszerre teljesülhetett a muzeológusok hármas célja, azaz nem csak a feltárás és a restaurálás, hanem a bemutatás is. A részvénytársaság vezetői és a kapcsolattartó munkatársak hamar átérezték, hogy ez a munka nem csak egy törvény által megszabott kötelező feladatunk mindkettőnknek, hanem a közös történelmi örökség megóvásáról van itt szó. Dávid Ibolya, az országgyűlés alelnöke saját bevallása szerint nem politikusként, hanem közéleti emberként méltatta az új múzeum létrejöttét. Ugye nagyon ritka dolog az, falvakban pedig nem is tudok rá példát, hogy egy falu rászánja magát arra, hogy múzeuma legyen. Ez még úgy általában a városoknál is ritka. Aztán az is nagyon ritka, hogy egy vállalat, egy erőmű úgy gondolja, hogy az egyébként profiljában nem nagyon illő területen egy múzeumhoz komoly támogatást és segítséget ad, és ezúton a közéleti ember is szeretné megköszönni mindannyiuknak ezt a fajta összefogást, ami jó lenne, hogyha az életünk más területén is gyakoribbá válna, és gyakorlattá válna. A nemzeti színű szalag átvágását követően közéleti emberek, politikusok és civilek egyaránt végigjárták az új kiállítóhelyet, amely a kőkortól a honfoglalásig mutatja be a Detki és Ludas területén hajdan élt kelta, szkíta és honfoglaló elődök nyomait. Régi hagyomány folytatódott Gyöngyös főterén 2005-ben, ugyanis 55. alkalommal rendezték meg a bányásznapi ünnepséget. A rendezvényre ellátogatók reggeltől estig szórakozhattak több mint 15 fellépő műsorán. Már a kora délelőtti órákban igen szép számban gyűltek össze az érdeklődők megnézni, milyen is lesz idén a bányásznap. A Mátrai Erőmű Részvénytársaság által szervezett 55. születésnapi ünnepségen már reggel 7:30 útjának indult a bányász fúvózenekar, valamint a mazsorettek, hogy kicsiket és nagyokat Gyöngyös főterére csábítsanak. A csábítás pedig nem volt hiába való, hiszen az este 11 óráig tartó programsorozaton olyan fellépők szórakoztatták a közönséget, mint az Irigy Hónajmirigy, Brunner Márta, a Bikini vagy Demjén Ferenc. Olyan volt az elmúlt nekem legalábbis, amit szerettem volna, munkával szeretett, tehát ez jó. Szeretek dolgozni és szeretek minél több helyre eljutni. És annak ellenére, hogy az időjárás tényleg katasztrofálisan más volt. Egyetlen egy koncertünk sem maradt el, még akkor sem az óvott az eső, érdekes módon. A közönség és az zenekar is úgy kibírta. Hál' Istennek nagyon sok kiélő koncertet adtunk, és adunk továbbra is folyamatosan, mert az én turném úgy vannak, hogy szilvesztertől szilveszterig, tehát nem két-hét-három hét, hanem folyamatosan járunk és elmegyünk, ahova megkívánunk. Mivel a bányásznap kapui már régóta nyitva állnak a nagy közönség előtt, ezért a rendezvényt városnappá nyilvánították. Egy ilyen nagyszabású ünnepség megrendezése komoly szervezést igényel. Külön volt, aki foglalkozott a kulturális program összeállításával, külön a technikai feltételek biztosításával, külön az engedélyeztetésekkel, hiszen rendkívül széleskörű engedélyeztetési procedúrának álltunk eléve, a rendőrségtől, a közterületfelügyelettől, a különböző energiaszolgáltatók felé. A jó munkának pedig megvan az eredménye, hiszen évről évre a bányásznap egyre több embert vonz más városokból is Gyöngyösre. Yeah.
zenés bált rendezett fogyatékos emberek számára a Mozgáskorlátozottak Heves megyei egyesületének gyöngyösi szervezete és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ támogató szolgálata. A programmal hagyományt kívántak teremteni ahhoz, hogy a sérült emberek a szabadidő közös eltöltése révén jobban megismerhessék egymást. A rendezvény célja egy kötetlen hangulatú találkozó megszervezése volt a különböző fogyatékosságban élők számára. Ezért a személyre szóló invitálásokon túl meghívást kaptak mindazok az érdekvédelmi szervezetek, intézmények, amelyek összefogják a térségükben élő sérült embereket. Úgy döntöttünk, hogy szeretnénk ezt úgy megoldani, hogy külön csak sérült embereknek, és nem kimondottam csak mozgáskorlátozottaknak, hanem beleértve a hallássérülteket, a értelmi fogyatékosokat. A rendezvény szervezője hozzátette, hogy az összefogásból eredő kezdeményezést még több hasonló megmozdulást követi, amely lehetőséget ad egymás megismerésére, az információk cseréjére és közös programok megtervezésére. Olyan visszajelzések érkeztek, hogy szívesen jönnének máskor is. Nagyon örülnek annak, hogy van olyan személy, vannak olyan személyek, akik gondolnak ő rájuk is. Ezzel a programmal hagyományteremtőkké is szerettek volna válni a szervezők. Terveik szerint két havi rendszerességgel tartanak majd hasonló programot, tette hozzá Keskeny Róbert. Csemegeszőlő fesztivált rendeztek Domoszlón. A rendezvényel a csemegeszőlő termesztés hagyományaira kívánták felhívni a figyelmet. A fesztiválon több mátrai község is képviseltette magát. A feljegyzések alapján már 1041-ben is termeltek csemegeszőlőt Domoszló környékén. A fesztivál célja az volt, hogy felelevenítsék ezt a nagymúltra visszatekintő hagyományt. Gyurkó Béla domoszló polgármestere szerint a csemegeszőlő termesztésnek az Európai Unióban is lenne jövője. A csemegeszőlő az Európai Unióban gyümölcsnek minősül, így lehetőség van arra, hogy a kvótákat kihasználva, vagy azon felül is telepíteni tudjanak, és ez megélhetést jelenthet az itt élő lakótársainknak. Örömmel tudok beszámolni arról is, hogy több hektáros telepítések vannak a településünk határában. A fesztiválon több mátrai település is képviseltette magát Abasártól Verpelétig. A résztvevők bemutatták a csemegeszőlő csomagolását. A Gyöngyös Tarjánból érkezett Bodó Gáborné elmondta, a jó csomagolás érdekében figyelembe kell venni, hogy kis vagy nagyszemű szőlőfürtöket helyeznek el a ládában. Ha nagyon apró a szőlő, akkor viszont akkor egy síkú. De ha szép tömött fejek, akkor viszont szép gerezdeket lehet rakni belőle. A szőlő mellett helyet kapott a fesztiválon a gasztronómia, a kézművesség, de folklór műsorokat is végignézhettek a résztvevők. A hagyományokra épülő programon régi ételekről és népi mesterségekről szóló bemutatókat is láthattak az odalátogatók. Sárgadinnye nagyságú óriás paradicsom termett egy gyöngyösolymosi nyugdíjas kertjében még 2005-ben. A különlegesség 1 kg-ot nyomott, melyet a növény bármiféle génmanipulációs beavatkozás nélkül ért el. Egy 5-tagú család reggeliéhez bőségesen elég lenne ez az 1 kg-os paradicsom, amelynek nem csak Solymoson, de a környéken is a csodájára járnak. Mi is utána néztünk, és az interneten csak egyetlen óriás paradicsomról szereztünk hírt, amely csupán 940 g-ot nyomott. Így azt mondhatjuk, hogy Szabó Dénes bácsi 1 kilós példánya rekordnak számít. A házigazda kertje valami titkot rejt magában, hiszen nem ez az első év, hogy az átlagosnál nagyobb paradicsomok nőttek a bokron. Volt már a korábbi években is, amint mondtam, tavaly megmértem egy példánt, 64 deka volt, de még ilyen nagy nem volt. De általában a nagysága, tehát az átlagtól nagyobbak, mint ahogy lehet rajta látni a tőkén. Az 1 kg-os termés fáját a gazda hetente háromszor locsolja, de bevallása szerint az idei elsős időjárás is kedvezett a jó termésnek. Ennek a fajtának a magját a család egy egri barátjától kapta, azóta minden ősszel tesznek el vetőmagot a jövő évre. Egy-egy ilyen paradicsomfa 3 méteresre is megnő, és akár 20 kg termést is hozhat a háziasszony nem kis örömére, aki csak mostanáig 100 üveg paradicsomlét főzött belőle. Bár a nyugdíjas bácsi szakmája eredetileg nem kertész, mégis napi 12 órát foglalkozik a zöldségeivel és a gyümölcsökkel. A háznál azonban nem ez az első rekordméretű növény, mivel pár évvel ezelőtt már termett félméteres szőlőfürt is Szabóék udvarán.
Több mint 40 év után ismét gőzmozdony járhatott a Mátra vasútvonalain 2005-ben. A múzeális értékű kismozdony Szilvásváradról érkezett a Mátra aljára. Ő Liza, Karcsi, Janka és Gizi legfiatalabb testvére, az egyelőre még név nélküli gőzmozdony. A Mátra vasút üzemeltetői remélik, hogy ő is ugyanúgy a gyöngyösiek kedvencévé válik majd, mint sokat próbált elődei. Legidősebb nővére, Liza, egy hián 90 éve érkezett meg városunkba, méghozzá nem is akármilyen mutatvánnyal. Az első gőzmozdony 1916-ban érkezett Gyöngyösre. Mivel a város és Gyöngyös-Solymos között akkor még nem volt lerakva a kisvasúti vágány, ezért saját lábán kellett megérkezni a célállomására. Itt a Kossuth utcán, majd utána a Petőfi utcán haladt végig, méghozzá úgy, hogy hadifoglyok rakták le előtte a sineket, majd utána felszedték azokat. 11 napig tartott az út. A Gyöngyös és Mátrafüred közötti vonalat 1926-ban nyitották meg a személyforgalom számára, 1937-ben pedig egészen a Kékes alá vezették a vonalat. Liza és Janka a háborút is átvészelte, az erdőben szétszedve őrizték meg őket. A gőzvontatás a 60-as évek elejéig maradt meg a Mátra vasút szerelvényein, akkor mindenütt a gazdaságosabb dízelmozdonyokkal váltották fel a gőzösöket. 1961-ben itt alakult meg az ország második úttörő vasútja. Ez volt a kisvasút történetének legszebb időszaka. Naponta több mint 100 vonatpárt indítottak, és volt olyan, hogy évente 500 000 utast szállítottak. Bár ma már a kisvasutak gazdasági jelentősége lecsökkent, a vasutat szeretők száma még mindig magas. Így nem kétséges, a nosztalgia gőzösnek is nagyon nagy sikere lesz. Roma bált szervezett az Együtt Gyöngyösért Roma Magyar Egyesület. Az összejövetel célja a romák közti párbeszéd elősegítése volt. Hajnalig tartott szombaton az a bál, melyet az Együtt Gyöngyösért Roma Magyar Egyesület szervezett a város és Gyöngyös vonzás körzete cigányságának. Az összejövetel elsődleges célja az volt, hogy a szegényebb romák se szoruljanak ki a kulturális eseményekből, hiszen a hagyományok ápolása alapvető jog. Az egyesület korábbi célkitűzése, hogy közelítse egymáshoz a többségi és a kisebbségi társadalmat. Az egyesület vezetője ezen a téren sok javulást tapasztalt az elmúlt évek során. Rájött az egyszerű ember arra, hogy nincs különbség az egyszerű emberek között, roma és nem roma között. Az egyesület évek óta jó kapcsolatokat ápol az amerikai nagykövetséggel. Korábban is segítettek már iskolák és a gyöngyösi kórház felújítási munkálataiban, eszközbeszerzésekben. Hamarosan ismét több intézmény örülhet az amerikai eszközöknek. Egy kamionnyi orvosi eszköz, illetve számítógépek, olyan oktatási eszközök, amelyek oktatási intézményeknek is hasznosítható. Az egyesület a közeljövőben kiterjeszti működési területét. Nemrég Halmaugrán alakult fiók szervezete, de további 10 környékbeli település cigányai is szeretnének bekapcsolódni az egyesületi munkába, és majd a megyei egyesületként kívánják jobbá tenni önerőből önön életüket. Elsősegélynyújtó bemutatót tartott a Városfűterén a Vöröskereszt Gyöngyösi Szervezete. A programon gyakorlati ismereteket igyekeztek átadni a megjelent iskolásoknak. Bár a hozzáértés életet menthet, a tapasztalatok szerint sokan nem tudnak vagy nem mernek segíteni, ha baj van. Szeptember első szombatja elsősegélynyújtó világnap. Ebből az alkalomból rendezett bemutatót hétfőn a Vöröskereszt és a helyi mentőszolgálat. A programra meghívták a város iskolásait, akik egy imitált baleset kapcsán ismerkedhettek meg az elsősegélynyújtás alapjaival. Ennek a rendezvényünknek a célja az lenne, hogy az elsősegélynyújtáshoz fölkeltsük az emberek figyelmét annak fontosságára, hogy ne menjünk el embertársaink mellett segítség nélkül, mert minimális tevékenységgel, amit hasznosan el tudunk látni, a mentők kiérkezéséig életeket menthetünk. Rutka László mentőtiszt elmondta, előfordul ugyan, hogy kiérkezésükig valaki szakszerű elsősegélyben részesíti a beteget, de jó lenne, ha többször találkoznának ezzel. Sokan félnek, mert úgy vannak ezzel, hogy félnek, nehogy esetleg bajt csináljanak. Az elsősegélynyújtás az a betegellátás nagyon fontos része, és a mentési lánc egyik első legfontosabb része. Ugyanis nagyon fontos, hogy bizonyos magas időfaktorú folyamatoknál
a helyszínen tartózkodó elsősegélynyújtók észleljék, hogy nagy baj van, megtegyék a bejelentést a mentőszolgálat felé, és a kiérkezésig a szükséges elsősegélynyújtási feladatokat lássák el. A bemutatón az iskolások megfigyelhették, sőt ki is próbálhatták, hogyan kell valakit stabil oldalfekvésbe helyezni, sebet ellátni vagy lélegeztetni. A szakemberek szerint minél korábban el kellene kezdeni ezeknek az ismereteknek az elsajátítását, ezért a Vöröskereszt munkatársai rendszeresen tartanak oktatásokat az iskolákban, valamint a munkahelyeken is. A különböző helyzeteket ifjúsági vöröskeresztesek és önkéntesek segítségével imitálták, majd közbeszólt a valóság. A mentősöket egy igazi vészhelyzethez hívták, így az ő bemutatójuk véget ért. Üzemlátogatást szervezett tagjai számára a Mátrai Munkaadók Egyesülete a WAMAF Kft.-hez. Az egyesület célkitűzése az volt, hogy minden hónapban ellátogassanak egy-egy céghez annak érdekében, hogy a térség munkaerejét és vállalatainak tevékenységét minden jobban összehangolhassa a Mátra alján. A Mátrai Munkaadók Egyesülete a vállalatok érdekképviseletét tartja szem előtt. A 2002-ben alakult szervezet idei beszámoló taggyűlésén úgy döntött, hogy önkéntes felajánlás alapján ellátogat tagjaihoz, ahol a cégek bemutathatják tevékenységüket, eredményeiket és beszámolhatnak esetleges problémáikról is. A 70 vállalkozó tömörítő egyesület azt tűzte ki célul, hogy tagjait egymásnak bemutatva elősegítse azok hatékony együttműködését. Szeretnénk azt elérni, hogy azokat az munkákat, munkavállalókat, KFT-ket vegyék, egymás szolgáltatásait tudjuk igénybe venni, akik tagjaink ennek az egyesületnek. Hiszen elsősorban azért is hoztuk létre ezt az egyesületet, ez volt az elsődleges cél. Az egyesület a nyára való tekintettel nem szervezett látogatást. A kihagyás után a WAMAF Kft. Hívta meg a munkaadókat üzemlátogatásra. A 180 főt foglalkoztató cég 1951 óta foglalkozik világszínvonalú kitérőgyártással, és komoly megrendeléseket kap Magyarország és külföldi vállalatoktól egyaránt. Idén 160 millió forintot költenek az infrastruktúra fejlesztésére, valamint a számítástechnikai háttér korszerűsítésére, tájékoztatott a WAMAF ügyvezető igazgatója. A jövőben azonban problémát jelenthet a vállalatnak a szakképzett munkaerő hiánya, ezért számít az iskolákkal kapcsolatot tartó egyesület segítségére, tette hozzá Sándor Ferenc. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években munkaerő gondjainknak a megoldásában jelentős segítséget tud adni Gyöngyös, és a régió is. Nagyon kvalifikált munkaerőt alkalmazunk, amire nagyon nagy szükségünk van a jövőben, mert sajnos korosodott a létszámunk, és az elkövetkezendő 5 évben jelentős létszám fog nyugdíjba menni, akiknek a pótlását Gyöngyös várostól várjuk. Az üzemlátogatás után kötetlen programon vehettek részt a vállalat képviselői. Főzőverseny, műszaki kiállítás, kézműves foglalkozás. Háromnapos szüreti fesztivál tartottak Gyöngyös-Solymoson. A falu közössége a solymosi szürettel adózik minden évben a szőlő- és bortermelőknek. A felnőtteket szabadtűzi főzőversennyel, műszaki kiállítással és előadásokkal várta a solymosi szüret, míg a kicsiket játszóházba csalogatták a szervezők. Németh Mária, a művelődési ház vezetője szerint évről évre nehezebb megszervezni a fesztivált, mivel a rohanó világban más értékek kerültek előtérbe a hagyományőrzéssel szemben. Ennek ellenére a szüreti hétvége mindig kiemelkedő rendezvény a falu életében. Ilyenkor egy közösségé kovácsolódik a falu, és a falu apraja nagyja részt vesz ezen a rendezvényen. Nagyon sok szempontból fontos ez a rendezvény. Elsősorban azért alakult ki Solymoson ez a hagyomány, mert a solymosi születtel adózunk minden évben a szőlő- és bortermelőknek. A borászok még évközben egy jó közepes termésre számítottak, a szürethez közeledve azonban borulátóak a gazdák. A termés kevesebbnek látszik a tavalyi évhez képest, ezért várható, hogy több termelő otthagyja munkáját. Mindezt annak fényében jósolta meg Nyilas János, hogy a solymosi szüret még nem zajlott le. Gyöngyös-Solymoson még nem zajlott le a szüret, még a mátrai borvidéken se. Mindössze Gyöngyös-Solymoson az irsai olivér, tehát ez a legkorábbi fajta, ennek a szüretét végeztük el. Hát sajnos a becsülthöz viszonyítva mintegy 60%-os csak a termés, tehát közel 40%-os termés kiesés van.
A solymosi szüret ideje alatt zajlott az országos roller sprint bajnokság. A gyorsasági versenyen összesen 50 résztvevő indult, köztük két olimpikon is. Két hét múlva innen folytatjuk a múlt idézést. Tartsanak velünk akkor is. Minden jót, viszontlátásra!